A jövő évi országgyűlési választáson a feltételek szigorítása miatt várhatóan három listából választhatnak az emberek. A Fidesz és a Gyurcsány Ferenc vezetésével egyesült balliberális tömb mellett a harmadik útként a Mi Hazánk mozgalom kerül a listás szavazólapokra. A Mi Hazánk az egyetlen ellenzéki párt, amely mind a 106 választókerületben saját képviselőjelöltet fog állítani, a mi utunk tehát egyenes. A programunk is egyedülálló lesz, hiszen a Mi Hazánk az egyetlen párt, amely például járványszolidaritási adót vetne ki a koronavírus haszonélvezőire. De mi vagyunk az egyetlenek, akik hadat üzentünk a parkolási maffiának itt Budapesten is, és a milliárdos oligarchákra vagyonadót szabnánk ki. A képviselő jelöltjeink mindegyike írásban előre vállalta, hogy soha nem bújik a mentelmi joga mögé, a Mi Hazánk az egyetlen párt, amely eltörölni ezt a politikusi privilégiumot is, és írni-olvasni tudáshoz kötnénk a szavazati jogot, ezáltal is visszaszorítva, megszüntetve a szavazatvásárlás lehetőségét. De mi vagyunk az egyetlen párt, amely hatályon kívül helyezné a trianoni diktátumról szóló törvényt, és kivonná Magyarországot a Strasbourgi Bíróság joghatósága alól. A magyar cigány együttéléssel is mi vagyunk az egyetlenek, akik őszintén szembe merünk nézni, és programunkban vállaljuk, hogy leállítanánk a cigányügyi programok finanszírozását, illetve az oktatásban az integráció mindenáron való erőltetése mellett a szegregációnak is helyet adnánk. Budapesten 6 budai képviselőjelöltünket már megismerhette a közvélemény is, most 6 pesti képviselőjelöltünket van szerencsém bemutatni önöknek. A választókerület sorszáma szerinti növekvő sorrendben előbb ismertetem, röviden bemutatom képviselőjelöltjeinket, majd ők is néhány mondatban összefoglalják a választókerületük programját. Jónás Levente az 5-ös számú budapesti választókerület képviselőjelöltje lesz, a Mi Hazánk erzsébetvárosi elnöke, budapesti alelnöke, korábban a Jobbik kommunikációs igazgatója is volt, és most is segíti a Mi Hazánk központi kommunikációt munkatársként. Terézváros és Erzsébetváros lesz az ő választókerülete. A 6-os számú Józsefváros és Ferencváros külső részét magában foglaló választókerületben jó magam indulok Mi Hazánkosként. 4 gyermek édesanyja vagyok, és a Mi Hazánk mozgalom elnök helyettese 2014-ben és 2018-ban is ebben a választókerületben indultam. A 9-es számú kőbányai választókerületben Vékony Csongor, a Mi Hazánk ifjainak országos elnöke, a párt kőbányai szervezetének elnöke lesz a képviselőjelöltünk. Ő szatmárnémeti születésű és politológus diplomát szerzett. A hétköznapokban is sokat dolgozom együtt Csongorral, és bátran állíthatom, hogy rendkívül alázatos és lelkiismeretes munkát végez. Következő képviselőjelöltünket talán a nemzeti oldalnak be sem kell mutatni, hiszen Takács András az, aki a 2006-os Gyurcsány ellenes Kossuth téri tüntetéseknek az egyik főszervezője, vezér alakja volt, korábban a Független Kisgazdapárt politikusa is. Jelenleg a Mi Hazánk 15. kerületi szervezetének elnöke, elfhű és következetes politikai pályafutást tudhat magáénak. Dr. Páli Jenő a következő, akit bemutathatok önöknek, a 13-as számú választókerület Mi Hazánkos képviselőjelöltje, akinek az első pártja a Mi Hazánk korábban elsősorban a tudomány területén végzett kiváló munkát, PhD fokozattal rendelkező biológusról van szó. A sporttudomány területén is komoly tapasztalatokat szerzett, jelenleg is tagja a Magyar Kézilabda Szövetség Sporttudományi Bizottságának, emellett 3 gyermek büszke édesapja. Kovács Attila a következő képviselőjelöltünk, aki a Csepel-Soroksári választókerület, a 17-es számú választókerület Mi Hazánkos képviselőjelöltje lesz ezúttal. Korábban itt önkormányzati képviselőjelölt volt a MIÉP, majd a Fidesz színeiben, önkormányzati képviselője is volt a Fidesznek, sőt helyi frakcióvezetője is. 2014-ben elfordult a politikától, és a Mi Hazánk megalakulása készítette arra, hogy újra közéleti szerepet vállaljon. Ennyit szerettem volna elmondani előjáróban, és megkérem képviselőjelöltjeinket sorrendben, hogy pár mondatban mutassák be a választókerületi programjukat. Elsőként tehát az 5-ös számú választókerületből Jónás Leventét kérem. 40 éves vagyok, és nem ismerek más Magyarországból, mint az elmúlt 30 évet, ezt a rendszerváltottnak is nevezett 30 évet. És az a szomorú tapasztalásom, hogy a legmélyebb problémái a magyarok államának, Magyarországnak,
változatlanul megvannak a mai napig. Az elmúlt 30 év politikuma nem teljesítette be azt a feladatot, amire az 500 év rabság után az önállóvá vált Magyarország rendelni hivatott volt őket. Volt két kísérlet ebben a 30 éves politikumban. Az egyik a miép részéről, amely túl sok hibát vétett, talán lehet ezt mondani. A másik pedig a Jobbik részéről, amely túl sok bűnt követett el és követ is el. Minden esetre ezek a kísérletek, amelyek a valódi problémákra próbáltak a politikummal szemben válaszokat találni, kudarcra ítéltettek. Nem így a mi hazánk, amely tanulva a hibás és bűnös lét politikai felelősségének ilyen következményeiből az egyedüli pártként képviseli a magyarok igazságát, mert ez az ország többet érdemel, mint hogy csak Orbáné vagy csak Gyurcsáné legyen. Legyen végre ez az ország, ez a mi hazánk, a magyaroké, a magyarok állama legyen ez az ország, és a magyarok boldogulását segíthesse végre. Köszönjük szépen, most Vékony Csongort kérem, hogy a választókerületi programját, hitvallását ismertesse meg a választópolgárokkal. Vékony Csongor vagyok, Budapest 9-es számú választókerületének országgyűlési képviselőjelöltje, egyben a Mi Hazánk Ifjainak országos elnöke. Számos helyi programmal készülünk. Ennek a következő az oka, ahogy a Mi Hazánk Ifjaival tavaly országszerte felmértük a fiatalok problémáit, helyi problémáit, épp úgy indítottuk útjára tavaly októberben Kőbánya és Kispest területén a Nekünk számít a véleményed című kampányunkat, aminek keretében 100%-os eredményekben egyértelműen kijött és megmutatkozott, hogy a közbiztonság és a köztisztaság hiánya elsődleges égető problémák. Ennek megfelelően országos programpontjainkon túl helyi specifikus programpontokkal jelentkezünk, ennek címe lett a biztonság, tisztaság, tisztesség. A hajléktalan kérdésre már most is foglalkozunk és keressük a megoldást, és fogunk is jelentkezni ezzel, de további helyi programpontokkal is érkezünk, mint zöld politika. A zöld politikában pedig a Rákospataki kerékpárút megépítését sürgetjük, ezentúl a helyi ingyenesen használható élőfűes focipályát is kezdeményezzük megteremteni, az utak felújításával foglalkozunk, csatornarendszer korszerűsítésével, természetesen foglalkozunk emlékművédelemmel, és antikommunizmusunk megmutatkozik az utcanevek, közterület elnevezések és intézménynevek átnevezésében is, mint például a Szabó Ervin utca, a Károlyi Mihály gimnázium, vagy éppen a Janikovszki Éva általános iskola átnevezési kezdeményezésünk. Annyit kérnék pusztán minden kőbányai és kispesti lakostól, hogy amennyiben bármiben szeretnének további változást kezdeményezni és elérni, írják meg a vékony.csongor@mihazánk.hu e-mail címemre, és ígérem, ahogy eddig is tettük, úgy a jövőben is mindent meg fogunk tenni azért, hogy büszkék lehessenek az ott élők, ott lakók arra, hogy ők bizony kőbányaiak, vagy éppen kispestiek. Köszönöm. Köszönöm szépen Vékony Csongornak, és most Takács András, a 12-es számú választókerület, a 15. kerület és a részben a 4. kerület Mi Hazánkos országgyűlési képviselőjelöltjét kérem meg a személyes bemutatkozásra. Hálát adok az Istennek, hogy magyarnak születtem. Hálát adok annak, hogy hihetünk még Istenbe, és hálát adok az Istennek azért, hogy a 10 parancsolat még mindig igaz. Emlékeztetném kedves nézőinket és hallgatóinkat azokra a történelmi hősökre, politikusoknak a szavaira, amit meg kellene mai napig fogadnunk. Teleki Pál azt mondta, merjünk nagyok lenni, és most kicsik vagyunk. Kétli Anna azt mondta, erkölcs nélkül, jellemes emberek nélkül elpusztul a nemzet. És én, mint közíró, én is találtam egy olyan mondatot, magam által alkotott mondatot, amit fontosnak tartok. Csak a szeretet épít otthont és hazát. De ha megnézzük, hogy ebbe a parlamentben mi történik, a gyűlölet és a hazaárulás uralkodik. És azért vagyok a Mi Hazánk mozgalomnak a tagja, mert hiszem azt, hogy abban a parlamentben helye van
a józan paraszti észnek, joga van ott lenni az erkölcsnek, és a Mi Hazánk mozgalom egy erkölcsös párt már most, és ott is az lesz. És szeretném jelezni, hogy Magyarország legnagyobb rákfenéje és a felemelkedésünknek a legnagyobb akadálya az első számú közellenségünk, a Gyurcsány által vezetett balliberális oldal. Egyrészt azért, mert nem liberális, egyrészt azért, mert nem baloldali értékeket képvisel. Mi a nemzetet szolgáljuk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Dr. Páli Jenő, a 13-as számú választókerület Mi Hazánkos képviselője jelöltje következik, amely a 16. kerületet jelenti. Köszöntöm Önöket, Dr. Páli Jenő vagyok. Agykutató, feltaláló, kutatásfejlesztési szakember. Mi Hazánk mozgalomban és alapvetően ezt az irányvonalat képviselem. Fő feladatom a tudás és technológia transfer alapú gazdaságnak a megteremtése. Ugye ez megoldást kínálhat a duális gazdasági modellre Magyarországon az elmúlt évtizedekben kialakult. Ugye ennek az a röviden a lényege, hogy a külföldi tulajdonú termelőtőkét foglalkoztatja a munkavállalóknak a 25%-át, és a nyereség részesedés 75%-a nála csapódik le. A magyar tulajdoni tőke pedig, ami kisebb, alacsonyabb technológiai színvonalat képvisel, foglalkoztatja a munkavállalók 75%-át, és a nyereség részesedés mindössze 25%-a található nála. Ez egy 9-szeres különbség, ez az egyik fő oka annak, hogy az elmúlt években sajnos Magyarország és a magyar nemzet vált Kárpát-medence legszegényebb, legvagyontalanabb népévé. Ezen szeretnék mindenképpen választani, erre konkrét kutatásfejlesztés és innovációs programot dolgoztunk ki. Ennek néhány pontját szeretném röviden megemlíteni. Az egészségipar megerősítésére az egészségváros és egy alkalmazott orvostudományi kutatóintézet létesítése, benne szklerózis multiplex és ritka betegségek gyógyítására szolgáló őserterápiás központtal, egy sportdóm nevezettű sportinnovációs központ létesítésére, a versenysport és a sport regenerációs rehabilitáció fejlesztésére, azután a zöld technológiák fejlesztésére egy ilyen Sun City program létrehozását tervezzük, valamint van egy startup ökoszisztémát elősegítő programunk, ez a Kisokos program, a spin-off, illetve a kutatófejlesztő kis- és középvállalkozásokat segítő program esetében az Eurostars Eureka program pályázati forrásait 10-szeresére szeretnénk növelni. Valamint van egy olyan nagy beruházás, ami Magyarországot a nemzetközi tudományos élet legmagasabb szintjére emelhetné. Ez volt a gravitációs hullámdetektor Einstein teleszkóp, aminek a lehetősége megvolt. Magyarország visszalépett, próbáljuk megvizsgálni annak a lehetőségét, hogy ez mégis Magyarországon valósulhasson meg. Röviden, a programjaink egy része hogy a országos kiterjedésű hatáskörű, a többi része alapvetően Mátyásföld 16. kerület, illetve 13. választókerületben koncentrálódik, és egy úgynevezett magyar szilícium völgyet szeretnénk ott majd kialakítani. Köszönöm a figyelmet! És végül, de nem utolsó sorban szólíthatom Kovács Attilát, Csepel és Soroksár Mi Hazánkos országgyűlési képviselőjelöltjét. Tisztelettel köszöntök mindenkit. Délpesti patriótaként szeretnék bemutatkozni. A Ferencvárosban születtem, Pesterzsébeten nőttem föl, Csepel, illetve 30 éve Soroksáron lakom, és Csepelhez is ezer szállal kötődöm. Szeretném a délpesti régiót komolyabban szintre hozni. Szeretném, hogyha itt is komolyabb fejlődések jelennének meg. Arra kérem Önöket, hogy kövessék a elkövetkezendő egy évben a Mi Hazánk programját, figyeljék az eseményeinket, keressenek mi bennünket, engem is elérnek a kovács.attila@mihazank.hu e-mail címen, és szeretnék egy régi köszönéssel elköszönni, hogy mivel a Mi Hazánk mozgalmat sokan szélsőjobbnak állítják, betitulálják, pedig nem vagyunk azok, hogy se nem jobb, se nem bal, keresztény és magyar. Köszönöm szépen!